Köszöntöm a Sportpercek nézőit! A Miskolc Televízió heti sport összefoglalóját ezúttal a Fehérvár DVTK bajnoki labdarúgó mérkőzés összefoglalójával kezdjük. Vereséget szenvedett a Diósgyőr labdarúgó csapata vasárnap délután a Fehérvár vendégeként. Az első félidőt végig a hazaiak uralták, aminek végéhez közeledve meg is szerezték a vezetést. A második játékrészben már dominánsabban léptek fel a piros-fehérek, az egyenlítésre is volt lehetőségük, ám az utolsó 10 percben végül a fehérvárja körülhettek még két gólnak. Fehérvár DVTK 3-0. A hétvégén a borsodi rangadót rendezik meg, ahol majd a mezőkövest fogadja Diósgyőrt. Az OTP Bankliga 11. fordulójának záró mérkőzését játszott a DVTK a Fehérvár vendégeként. A Diósgyőr csapata nélkülözni kényszerült két alapemberét, Molnárt és Polgárt is, illetve Rui Pedro sem utazott el a csapattal. A hazaiak már az első félidő elején kezükbe vették az irányítást, a 8. percben Danilovics jött ki szépen kapujából, majd a 13. percben ismét neki kellett hatalmas bravúrral védenie Huri szabadrúgásánál. Ám ezzel nem volt vége a fehérvári ostromoknak, az ezt követő szögletből Zivzivat zezörgette meg a kapufát. Ezek után sem álltak le a hazaiak, sorra ostromolták Danilovics kapuját, ám a piros-fehére kapusa jól állta a sarat. Mind a 36. percig, mikor egy szélről szépen bepasszolt labdát, Nikolic juttatta hálóba. 1-0. Az első játékrész vége előtt Zivzivadze duplázhatta volna meg a fehérváriak előnyét, ám a szélről beadott labdáról nem sokkal, de lemaradt, így 1-0-al mentek pihenni a csapatok. A második félidő eleje sem hozott változást, a hazaiak uralták a játékot. A 46. percben Danilovics jött ki rosszul kapujából, amikor Bolla ívelt előre a labdát, ám az üres kapu ellenére a lövés csak a felső lécen csattant. Ezek után viszont megélénkült a DVTK játéka. A 60. percben Max szerzett labdát, majd a 16-oson kívülről kapura is lőtte azt, a kapus bravúrral védett, ám a labda Grozsavelé pattant, aki csúnyán mellé durrantotta azt. A 75. percben ismét a piros-fehérek egyenlíthettek volna, egy szépen kijátszott helyzet után az ekkor már csereként pályára lépő Hassani előtt adódott lehetőség, ám lövését a hazaiak kapusa hatalmas bravúrral védte. A DVTK mindent megtett az egyenlítés érdekében, ám a 80. percben egy szép akció végén ismét a Fehérvár talált a hálóba Zivzivat zerévén. Ám itt még nem volt vége. A 90. percben Sesszakov rántotta le a csereként beálló Petriakot a 16-oson belül, aki a számunkra megítélt büntetőt értékesítette is, és ezzel kialakította a végeredményt. Fehérvár, DVTK 3-0. Az első fél időben a videókarat érvényesült, hiszen labdaszerzéseink után nagyon gyorsan visszaszerezték a labdát. Nem tudtunk oldalt forgatni, nem voltak jók a felpasszaink, és ugye egy ilyen szituációból kaptuk az első gólt, ami bosszantó volt, hiszen a saját pályán megkontrázott minket a Vidi. Második fél idő játékunkban benne volt az, amit szerettünk volna, hiszen az ellenfél térfelén nagyon sokat birtokoltuk, de a középső zónában nagyon sok oldalforgatásunk volt, hogy mögé tudjunk kerülni. Volt két lehetőségünk arra, hogy kiegyenlítsünk, sajnos nem sikerült. Ugye az utolsó másodpercig szerettünk volna menni előre, és minél többet kockáztattunk, és az utolsó 10 percben ugye ezt gólokkal büntette meg a Vidi. Két alapember, Molnár Gábor és Polgár Kristóf sem lehetett ott a csapattal a Fehérvár ellen, de mindig az a legjobb keret, akik éppen lehetőséghez jutnak. Mindig az a legjobb keret, amelyik játszik, tehát nincsenek ha, nem azzal kell foglalkoznunk. Természetesen egy Molnár Gábor és egy Polgár Kristóf játéka azért meghatározó nálunk, és jó lenne, hogyha lennének, de amíg nincsenek, addig felesleges erről beszélni. A 3-0-ás eredmény ellenére a piros-fehérek kapusa Danilovics nyújtotta a legjobb teljesítményt számos bravúrt bemutatva, ám a vezetőedző jobban örült volna, ha a csatárok teljesítményéről beszélhetett volna. Igen, volt két olyan védés, ami nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon sajnálom, hiszen jó teljesítmény nyújtott, és tényleg bosszantó, hogy a 11-es is a hasadat ment be, de a legjobban örültem volna, hogyha a csatárokról tudtuk volna ugyanazt elmondani. Több meccs óta a csapata egyik, hanem a legjobbja. Szívét, lelkét kiteszi a pályán. Augusto Maxról, a DVTK argentin középpályásáról kérdeztük Feckó Tamást. Ugye amikor ide érkezett, azért fel kellett építeni, hogy 90 perces játékos tudjon lenni. Nagyon becsületesen is jól dolgozott minden edzésen. Amikor megkapta a lehetőséget, akkor pedig élt vele. Ugye egy igazi kis pitbull, tehát én azt mondom, amikor ide érkezett, hogy a Diósgyőri szurkolók egyik kedvence lesz, hiszen ezt a mentalitást és ezt a játékot nagyon szeretik Miskolcon, amit a Max képvisel, és örülök, hogy hétről hétre tudja ezt hozni.
A piros-fehéreknél nem először fordult elő, hogy sajnos először ők kerülnek hátrányba, majd utána kezdenek támadóban fellépni ellenfelükkel szemben. Ennek okait próbáltuk boncolgatni. Minden csapat annyit tud játszani, mint a másik enged neki. Tehát látni kell, hogy a Videoton más kategória ebben a bajnokságban. Ugye, mint többször is elmondtuk már, nem csak én, mások is, hogy a Fradiba külön bajnokságot játszanak. Természetesen lehet ellenük pontokat szerezni, mint ahogy tettük ezt a legutóbbi Székesfehérvári találkozónkon, de most az első időben nagyon ránk erőltették az akaratukat. A Diósgyőrnek az idei szezonban nem mindig van szerencséje a versenykiírást, illetően van, hogy 2-3 hét is eltelik egy-egy bajnoki között. Nem egyszerű, hiszen abban a bajnokságban szerintem a 10 mérkőzésből 5 szó úgy készültünk, hogy 2 vagy 3 hét telt el a mérkőzések között. Tehát, de ez is egy olyan helyzet, amit meg kell tudni oldani. Nem vagyunk hozzászokva, de igyekszünk a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből. A következő mérkőzés nem más lesz, mint a borsodi rangadó. A Kövesd otthonába látogat majd a csapat. Tavaszi szezonban, amikor a két csapat találkozott egymással, a tabella elején helyezkedtek el. Idén egészen más a helyzet. Ugye a borsodi rangadó az előző bajnokságban a 3.-4. helyzet találkozott volna, amikor lefújták a vírus helyzet miatt. Most ugye megváltozott a tabella, de egy ilyen mérkőzéssel nem kell felspanolni a játékosokat, hiszen tudják jól, hogy egy ilyen szomszédvári rangadónak kimondottan még nagyobb súlya van. Most egy hét kihagyás sem vár a következő meccsig a DVTK-ra. A DVTK labdarúgó csapata legközelebb majd a hétvégén vasárnap lép pályára a tabella utolsó helyét elfoglaló Mezőkövesd vendégeként.